Köszöntöm Önöket, ez a Közéleti Mozaik. Mai adásunkban bemutatjuk a Házasság hetet Csongrádi programsorozatának eseményeit. Stúdió beszélgetésünk témája pedig ezúttal az általános iskolai nyílt napok, illetve a beiratkozás lesz. A Bölcső Nagycsaládosok Csongrádi Egyesülete szervezésében kétnapos rendezvénnyel ünnepelték a Házasság hetét. A program egyik vendége Kepes András újságíró volt. A világ különböző kultúráiban megismert férfi-női szerepekről, házassághoz kapcsolódó hagyományokról tartott előadást Eszkimó puszi címmel. A házasság, a család a társadalom egyik építő eleme, a nagycsaládos egyesületnél pedig különösen nagy hangsúlyt kap a házasság értékeinek kiemelése. A Bölcső Nagycsaládosok Csongrádi Egyesülete 25 éve működik városunkban civil szervezetként. Amikor megalakultunk, megfogalmazottak céljaink, feladataink. A célok közül felsorolnék Önöknek néhányat. Az élet és az anyaság tiszteletére és szeretetére való nevelés. A házasságért, a családért és a jövő nemzedékért érzett felelősség erősítése. Felmutatni a társadalomnak a nagycsaládosok által képviselt sajátos érdekeket és ezek megjelenítése. Képviselete. Egymást segítő közösségekkel való szervezése. A megalapítás óta eltelt nagyon sok idő, 25 év, ezek a célok azonban ma is nagyon aktuálisak. Minden bizonnyal azért, mert ezek igazi, őszinte értékek. Természetesen mi is tapasztaljuk, hogy családjainkban nem minden családnak sikerül együtt maradni, a házastársak elválnak, és utána esetleg egyedül maradnak, egyedül nevelik gyermekeiket. Azonban vannak köztünk olyan emberek is, akik nevelőszülők, olyan tagjaink is vannak, akik egyedülállóak és pártoló tagnak lépnek be egyesületünkbe. Ez azonban egyáltalán nem baj, mi úgy gondoljuk, hogy a mi közösségünk ettől működik nagyon jó, hogy sokszínűek vagyunk, sokfélék. Mi nagycsaládosok büszkén vállaljuk a házasság intézményét és kiállunk mellette. Reméltem, hogy sokkal több fiatal eljön erre az előadásra, és azt mondhatom nekik, próbáljátok ki, gyakoroljátok, és legyetek benne sikeresek. Mi, az idősebb korosztály, ezt már megtapasztaltuk, jóban, rosszban együtt lenni, azt hiszem csodálatos dolog egy életen át. Kepes András rögtön előadás elején kijelentette, bár harmadik feleségével él, ő házasságpárti. Beszélt arról, hogy a más kultúrákban, a családokban, házasságokban kinek milyen szerepe van, egyes kultúrák pedig mennyiben különböznek, vagy éppen nem különböznek az általunk megszokottaktól. Hisz abban, hogy az ember bölcsebb lesz az évek folyamán párkapcsolatában. Azért, hogyha valaki a válságokból képes arra, hogy tanuljon, akkor nyilvánvalóan bölcsebb lesz, bár hát a bölcsek azt mondják, hogy aki az első házasság után még egyszer összeházasodik, az már nem lett olyan nagyon bölcs, és meg se érdemli, hogy először elválasztották, hát most a harmadik házasságról meg már nem is tudom, hogy mit mondjunk, de mindent egybevetve, ezt most komolyan mondom, hogy én házasságpárti vagyok. Nagyon sok emberrel, nagyon sok nációból találkozott. Milyenek a különböző emberi kapcsolatok a világban? Mennyire mások, mint itt nálunk? Hát nagyon-nagyon mások, és én ezt amolyan példaként is szoktam mondani arra, hogy mennyire nem működnek az előítéletek. Tehát az előítélet az ugye mindig abból indul ki, hogy az ember azt gondolja, hogy az az egyetlen és legjobb megoldása, hogy ő éli az életét, vagy ahogy ő tolja el az életét. Most éppen a házasság az egy olyan terület, hogy hát a több nejűségtől kezdve a több férjűségen át egészen olyan párkapcsolatokig, ahol viszont teljesen egyenrangú a férfi és a nő, szemben mondjuk más kultúrákkal, ahol a férfiak azt gondolják, hogy ők magasabb rendűek, mint az asszonyok, és így tovább, és így tovább. Tehát nagyon sokféle változat van. De ami számomra például egy alapvető élmény volt, és ami egyébként meghatározta a párkapcsolatomat is, és ebből a szempontból talán a harmadik feleségem szerencsésebb, mint az első kettő volt,
hogy amikor Perúban az Andok hegyei között jártam, akkor egy kis indián faluban vásároltam a piacon egy kis szobrocskát, ami tulajdonképpen egy isten szobor. Az egyik oldala ennek az isten szobornak az egy férfi isten, a Pacsatata. Ha megfordította az ember ugyanazt a szobrot, akkor a másik oldalon volt Pacsamama, aki a női isten, és a Pacsamama hasában ott volt a gyerek, aki a napisten volt, Inti. És hogy az ő számukra a Szent Háromság az gyakorlatilag a család maga. És ebből kifolyólag egyébként ezekben a kultúrában abszolút egyenrangúak a férfiak és a nők. Tehát a férfiak is főznek, hátukon ugyanúgy cipelik a gyerekeket. Ezen a vidéken van például próbaházasság, akárhányszor lehet próbálkozni, de válás az nincs. És ők úgy tartják, hogy ha egy férfi és egy nő összeházasodik, akkor viszont onnantól kezdve már egy személynek számít. És én azt gondolom, hogy egyébként ez egy nagyon tanulságos, szép történet. Mellesleg megjegyzem, hogy a keresztény Bibliában szinte szóról-szóra ugyanez a mondat szerepel, tehát ezt azért már úgy el szoktuk felejteni, és el kell menni az Andokba, hogy fölismerjük a saját kultúránkat. Az élvezetes másfél órás előadás során személyes történeteken keresztül ismerhették meg a nézők a világ számos kultúráját. A rendezvény második napjának keretét az esküvő adta, hiszen a virágkötészeti és esküvői ruha bemutatótól kezdve a lakodalmi sütemény és borkostolóig sok minden várta az érdeklődőket, a házasságokról pedig Berec András mesemondó mesélt a csongrádiaknak. Mintegy 20 évvel ezelőtt Angliából indult a kezdeményezés, amelyet házassághetként ismerünk. Magyarországon 2008 óta ünneplik. A nagycsaládos szervezeteknél régi szokás ez már, hogy megünneplik a házasság hetét. Csongrádon is voltak már hasonló rendezvények, azonban most a művelődési központtal összefogva jött az ötlet, és szerveztük meg ezt a rendezvényt. A pályázatot, mint civil szervezet mi tudtuk beadni, azonban a művelődési ház munkája ugyanolyan fontos volt természetesen ehhez, mint a miénk. Annak idején közösen ötletelve a vázát összeállítottuk ennek a rendezvénynek, hogy körülbelül kiket szeretnénk meghívni, milyen témában. Aztán természetesen, ahogy ez lenni szokott, az idő folyamán egyesek lemorzsolódtak, mások helyébe kerültek, de így a rendezvény bezárását követően én úgy érzem, hogy nagyon jól sikerültek a programok, és nagyon jó vendégeket hívtunk, és jöttek is a csongrádiak erre a rendezvényre szép számmal. Maga a házasság hete rendezvényéhez a városból más civil szervezetek is csatlakoztak. Legelőször kezdte a házasság hete rendezvényét a Vitalitas. Ők egy nap keretében előttünk már egy héttel ezt megvalósították. Csatlakozott még a városban az Új Bárka nevű egyházi szervezet, illetve láttam különböző kezdeményezéseket, például a Kertvendéglőnél, a Városi Gyógyfürdőnél a Valentin napot ünnepelték. Hát ez végül is mind ehhez a programhoz kapcsolódott. Mindenki a saját erejéhez képest, illetve a saját közönségének ezt megrendezte, és én úgy gondolom, hogy ez nagyon dicsérendő, hiszen ezzel is a házasság intézményét képviselik. A szombati program első fellépője Berec András mesemondó volt. A klasszikus mesék általában házassággal végződnek, boldogan élnek, míg meg nem halnak. Az élet azonban itt nem áll meg, a hétköznapokon is előfordulnak mesélni való történetek. Amiket én tudok, elég bolondosak. Ha nagyon elgondolkozok, találok komolyat is róla, de a magyar nép érdekes, ott is bukfencet hány, ahol más komolyan veszi önmagát. Sok házasságot láttam közelről, mert sok helyt voltam vendég, és láttam olyat, akik reggeltől estig szitták egymást, mert szerették egymást. Olyat is láttam, hogy nagy volt a csend, és ha megszólaltak, sok volt az édesség és a hízelgő szó, mert nem szerették egymást. Úgyhogy a bolondos, kicsit a házasságon élcelődő mesék nem azt jelentik, hogy ott valamiféle harag vagy gyűlölet van, inkább intenek a
azokra a törvényekre, amik nélkül a házasság, egyáltalában a szerelem, a tartós szeretet nem, egyáltalán nem élhet meg. Mennyire fogékonyak a mai emberek ebben a rohanó világban a mesék által közvetített bölcsességre és nagy igazságokra? Mindenki fogékony, csak kerüljön olyan helyzetbe. Nem egyforma hallást kaptunk. Nem mindenkinek van a füle arra berendezve, hogy meghalljon vele valamit. Ővelük egy kicsit nehezebb. És ahogy a kérdésében bent van, egyetértek vele, a világ se úgy rendezkedett be, hogy a füleddel hallgass, hanem úgy, hogyha lehet, ne hallj meg semmit. Ezt elég komoly erők támogatják. A lélekvidító mesék után a látványi lett a főszerep. Csodás virágköltemények, mennyasszonyi csokrok születtek a virágkötők kezenyomán. A modellpárok pedig szebbnél szebb esküvői ruhákat mutattak be a vendégeknek. De láthatták a jövő kissé futurisztikusan festő mennyasszonyát is. Több vendéglátóhely is kínált lakodalmi süteményeket, édességeket, és a városborát is kóstoltatták. Az este zárásaként pedig az Alföld Néptánc Együttes lépett fel. Hamarosan dönteni kell a szülőknek, hogy melyik általános iskolába iratják be gyermekeiket. A döntés megkönnyítése érdekében stúdiónkba invitáltuk a Csongrádi és térsége általános iskola, valamint a Nagyboldogasszony katolikus általános iskola vezetőjét, akik részletes tájékoztatást adnak az intézmények kínálatáról. Köszöntöm Önöket! Mai témánk a beiskolázás, vendégeink pedig Váradi Gáborné, a Csongrád és térsége általános iskoláinak igazgatója, illetve Tarjányi Csatári Márta, a Nagyboldogasszony katolikus általános iskola igazgatója. Rögtön az elején beszéljünk arról, hogy mit érdemes tudnia minden szülőnek a beiratás előtt. Mi a legfontosabb dolgok, amiket nem szabad elmulasztani? Nem tudom. Én azt gondolom, hogy vannak olyan dokumentumok, amit mindenképpen érdemes beszerezni a beiratás előtt, ami a korábbi évekkel megegyezik. Azt gondolom, hogy minden szülő már érdeklődött a tavalyi évben is. Szükséges egy óvodai szakvélemény, ami azt igazolja, hogy a gyerek iskola érett. Szükség van a gyermek hatósági lakcímkártyájára, ami a lakcímét igazolja. Illetve jó, hogyha magával hozza a születési anyakönyvi kivonatát a pontos iratok, illetve a pontos adatkitöltés céljából. Illetve, hogyha a gyermeknél fölmerül a részképesség probléma, a tanulási nehézség problémája, akkor az a szakértői vélemény, ami igazolja azt, hogy a gyermek elkezdheti a tankötelezettségét az általános iskolában. Ezen kívül 2014 óta szükséges egy olyan dokumentum, ami a gyerekek felügyeleti jogáról szól, a szülők aláírásukkal igazolják, hogy közösen vagy éppen külön-külön gyakorolják a gyermek felügyeleti jogát. Tehát ezek a dokumentumok azok, amelyeket érdemes összerakni, begyűjteni, és utána figyelni az intézmények honlapját, hogy mikor történik a beiratás. Ez a tavalyi évhez hasonlóan általában április hónapban fog megtörténni. Hogyan válasszunk iskolát a gyerekünknek? Milyen szempontokat kell figyelembe venni? Hiszen nagyon sokan akár érzelmi alapon is döntenek, hogy ő valamikor abba az iskolába járt, akkor a gyereknek is nagyon jó lesz az. De mennyire szabad ilyen érzelmi alapon dönteni, és mennyire kell figyelembe venni a gyerek érdekeit? Én mindenféleképpen javaslom a szülőknek gyerekekkel együtt, hogy minden iskolába látogassanak el. Tehát minden iskolában zajlanak az úgynevezett nálunk csipegető foglalkozások, ahol a leendő tanítónénikkel ismerkedhetnek a gyerekek, az iskola épületével, játékos foglalkozásokon vehetnek részt, tehát egyáltalán az iskola hangulatát szokják. Menjenek el minden iskolába, nézzenek szét. Manapság ugye elsősorban tanítónénit szoktak
választani, de minden iskola. És ez nagyon szép dolog, jó Csongrádon, valami specializációval rendelkezik, valami orientációval rendelkezik. A szülő ismeri legjobban a gyerekét, de óvónéni is tud tanácsot adni, hogy mi az, ami az érdeklődési köréhez közel áll. Egy sportos, atlétikus gyereknek nem biztos, hogy jó, hogyha egy matematika orientációra jelentkezik. Hagyja ki a mozgásigényét. A legfontosabb a szülőknek az, hogy biztos helyen tudják a gyerekeket, a gyerek jól érezze ott magát, mert ha jól érzi, akkor örömmel fog tanulni is. Abszolút meg tudom erősíteni a intézményvezető asszony véleményét. Én is azt gondolom, hogy van egy szakmai rész, ami úgy érzem, hogy Csongrádon valamennyi általános iskolában adott, hiszen nagyon jó felkészült tanítónénik fogadják a gyerekeket az első osztályban, de nagyon fontos az érzelmi oldal. Nagyon fontos, hogy azt a klímát, amit megtapasztal a szülő, a gyerek belépve az intézménybe, hogy a számára mennyire befogadó, mennyire jó, és amellett, hogy nyilván van némi irányultság az intézményekben, fontos, hogy művészeti képzés a város valamennyi intézményében hozzáférhető, mind a KLIK fenntartású, mind pedig a katolikus fenntartású iskolában. Fontos az, hogy azokat az alapkészségeket, képességeket, amit minden iskolában meg kell szerezni a gyermeknek, milyen egyéb olyan tanórán kívüli tevékenység egészít ki, ami az egészséges személyiség fejlődéshez rendkívül fontos. Nekem a veszőparipám a stresszmentes iskola. Én nagyon szeretném, hogyha olyan gyerekek járnának iskolába, amikor két hét múlva a nagy lelkesedés elmúlása után sem hasfájással, fejfájással érkeznek a gyerekek, hanem olyan érzelmi pluszt kapnak, ami bizalomra épül, és ami ahhoz fontos, hogy a gyerek egy kerek egész világot éljen meg, már pici korában is. Mennyire lehet, hogy is mondjam, egy kicsit orientálni a szülőket abba az irányba, hogy el tudják dönteni, hogy melyik iskolát válasszák. Tehát lehet-e egy picit, hogy is mondjam, terelgetni őket? Nyílt napok vannak. Ugye ezt a igazgatóhelyettes kolléganő is említette. Egyrészt az a személyes benyomás, másrészt van egy törvényi háttér, hiszen minden településen körzetekre bontották a település szerkezetet magát, és a kötelező felvételt annak az iskolának kell biztosítania, ami ahhoz a körzethez tartozik. Ott létszámhatárokat, illetve osztályindításokat a fenntartó szabályoz, tehát ott egyfajta kötelezettség, vagy egyfajta terelgetés, ha így fogalmaztunk, akkor ott van. Én párhuzamosan úgy érzem, hogy sikerült eddig a szülőszabadiskola választásának lehetőségét, illetve ezt a törvényi keretet szinkronba hozni az elmúlt években. Nálunk viszont szerencsés a helyzet, mert Csongrád város határa a mi beiskolázási körzetünk, tehát a város minden részéből vehetünk föl tanulókat. Mennyire lehet érezni most azt, hogy csökken a gyereklétszám évről évre? Tehát, hogy kevesebb gyerek kerül föl az iskolába. Ez most mennyire lehet érezni, illetve megáll-e már lassan ez a fogyás? Reméljük, hogy igen. Én is meglepve olvastam azt a cikket, hogy gyakorlatilag az óvodai rendszerből nagyon sok gyerek eltűnt, vagy lakcímileg Csongrádhoz tartozik, viszont nincs a rendszerben. Én azt gondolom, hogy most még ez nem realizálódott. Az óvodával természetesen rendszeres a kapcsolattartásunk. Ez valamikor áprilisban fog kiderülni, hogy kik azok a szülők, akik esetleg vidéken tartózkodnak folyamatosan, de az állandó lakcímük Csongrádon van, esetleg külföldre utaztak, és a gyerekeket magukkal vitték. Tehát jellemző az, hogy magántanulóként a rendszerben vannak olyan gyerekek, akik sajnos életvitelszerűen nem a városban élnek. Ezt a problémát, ami remélem nem lesz probléma, majd valamikor áprilisban fogjuk valójában látni számok formájában. Vannak-e úgymond előítéletek az iskolákkal szemben a szülők részéről? Tehát tapasztaltak-e olyat, hogy bizonyos iskolákba nem szeretnék vinni a gyereket, és különböző indokokat hoznak fel a szülők? Tehát ilyet lehet-e tapasztalni, illetve mennyire van ezeknek a tévképzeteknek alapja? Mi szembesültünk, ugye Csongrádon soha nem volt katolikus iskola, és amikor 2011-ben
megszületett a Nagy Boldogasszony Katolikus Általános Iskola, nagyon sokan információhiányban szenvedtek, és olyan kérdéseket raktak föl, ami még mai napig is visszaköszön, hogy minden reggel 6 órakor misével kezdjük a napot, és utána mehetnek az iskolába betanulni a gyerekek, vagy olyan tévinformáció, hogy minden vasárnap, minden szülő, minden gyerek, minden 10 órási misén kötelező részt kell venniük. Hát igyekszünk ez ellen. Ugye plébános atyával nagyon jó a kapcsolat, és mi hívunk, várunk gyerekeket óriási szeretettel. Tehát a jelszavunk és az egésznek a lényege az, hogy ha eljön misére, annak örülünk, és együtt örülünk, ha nem, akkor sem kap büntetést. A többi általános iskolánál van-e ilyen? Mert azért régebben tapasztaltuk azt, hogy bizonyos iskolákban nem szerették beíratni a gyereket, a másik iskolában viszont rengeteg volt a gyerek, és nagyon szerettek volna oda menni. Igen, azt gondolom, hogy negatív hírek és pozitív hírek egyaránt vannak. Éppen a napokban hallottam a médiában, hogy a rossz hírnek sokkal gyorsabb a sebessége, mint a jó hírnek. Ez valóban így van. Egyetértek kolléganővel abban, hogy meg kell tapasztalni azt, hogy ott mit él meg a mindennapokban a gyerek, mit él meg a pedagógus. Azokkal a gyerekekkel, szülőkkel kell beszélni, akik a gyereküket odajáratják, hiszen azoknak vannak első kézből információjuk arra vonatkozóan, hogy a mindennapok hogyan telnek. Egy problémahelyzet hogyan kerül megoldás adott intézményben. Én úgy érzem, és ezzel is kezdtem a mai beszélgetést, hogy nagyon jó pedagógusok vannak a rendszerben, és hogyha pozitívan közelítünk bármilyen probléma megoldásához, akkor minden dologra találni fogunk megoldást. Tehát a párbeszédnek vagyok a híve, a pozitív hangoknak olyan értelemben, hogy azokat esetleg, azokat a kialakult előítéleteket, ami nem mondhatni azt, hogy nincs a városban, hiszen én is tapasztalom, és butaság lenne azt mondani, hogy nem létezik, ezeket a felhangokat kell pozitívra váltani azzal, hogy elmegyek abba az intézménybe, akkor is, ha nincsen nyílt nap. És azt mondom, hogy szeretnék körbejárni, egészen biztos, hogy nyitott kapukat fognak találni ezek az emberek, hogyha informálódni szeretnének, és nem csak egy hallott információt megerősíteni. Milyen osztálylétszámok várhatók? Most már ezt lehet-e tudni, hogy körülbelül hány gyerek fog beiratkozni? Én azt gondolom, hogy a pontos számokat nem tudjuk még. Igen, hiszen még a szakértői vizsgálatok folyamatban vannak. Ez valamikor áprilisban fog kiderülni. Minden intézménynek van létjogosultsága. Tehát mind a városon belül, mind a városon kívül szeretnénk, hogyha ez az iskola szerkezet fennmaradna. Én úgy gondolom, nagyjából látva a létszámokat, hogy ez reális esélye megvalósulhat. Milyen osztálylétszám lenne az ideális, hogyha most pedagógus szemmel nézzük? Hol lehet igazán jól tanítani? Milyen létszámban? 20-25 fő az ideális. Ráadásul nálunk lehetőség van még ilyen osztálylétszámnál is a csoportbontásban való tanításra. Tehát ahhoz, hogy a tanítónéni minden egyes gyerkőchöz oda tudjon ülni, tudjon segíteni, akár felzárkóztatás, akár tehetséggondozás terén, 10-12 fővel biztos, hogy hatásosabb, mint 30-35 fős osztálylétszámban. Én is azt gondolom, a köznevelési törvény 4-es számú melléklete szabályozza a minimális létszámot, a maximális létszámot és az optimális létszámot. Ez valóban ilyen 22-23 tájékán van. Az egészen biztos, hogy egy kisebb létszámú osztályban más a figyelem, az egy személyre jutó figyelem, illetve jelentősen attól is függ, azt gondolom, hogy mennyi azoknak a gyerekeknek a száma, hiszen integráló általános iskolákról beszélünk, akik több figyelmet igényelnek a részképesség problémák miatt. Hogyha jelentős számú gyermek van egy adott osztályban, akkor nyilván a 20-25-ös létszám már viszonylag soknak mondható. Éppen ezért azt gondolom, hogy megoldás lehet magasabb osztálylétszámoknál a csoportbontás, illetve ma már elképzelhetetlen a differenciálás. Tehát egyetlen osztály sem homogén. Minden osztályban vannak gyengébben teljesítő, kimagasló teljesítményújtó gyerekek, és vannak átlagos képességű gyerekek. Nem lehet belőni
egy bizonyos szintre, és csak egy átlagnak tanítani. Azoknak a gyerekeknek egyébként én úgy érzem, akik heterogén osztályban tanulnak, sokkal könnyebb lesz a helyzetük az életben, hiszen ha megtanulnak egymással kommunikálni, konfliktust megoldani, együttműködni, csoportban dolgozni, akkor felnőttként is nagyobb eséllyel fognak boldogulni az életben. Én azt hiszem, hogy ezeknek az osztályoknak van létjogosultsága. Mennyire lehet azt érezni, hogy nőtt ezeknek a különböző részképességekkel küszködő gyerekeknek a létszáma? Mennyire lehet érezni ezeket most már itt akár alsó tagozatban, akár felső tagozatban, hogy több a problémás gyerek? Határozottan érezhető. Én számokkal is tudom ezt bizonyítani, hogy nőtt azoknak a gyerekeknek a száma, akik részképesség problémákkal küzdenek. Hogy mi lehet ennek az oka, nagyon-nagyon sok összetevős. Én azt szeretném erősíteni, és mindig vannak szülőértekezletek a szülői házzal a beiskolázást megelőzően, illetve a felkészülési időszakban, a nyári időszakban, hiszen 3 hónap nagyon-nagyon sok idő egy 6 éves gyerek életében. Nagyon fontos a családi odafigyelés, a meseolvasás. Nem hangsúlyozzuk mindig, hogy milyen apró részképességeket fejleszt az, amikor a szülő este mesét olvas a gyerekének, megkönnyíti a tanulását a későbbiek során. Nem minden gyerek kap kellő figyelmet otthon. Illetve nyilván vannak olyan külső problémák, nehézségek, táplálkozási egyéb problémák, ami miatt a gyerek nem úgy fejlődik, ahogyan kellene, és azokat a lemaradásokat magával hozza. Ez azt jelenti, hogy gyógypedagógusok állandó jelenlétére van szükség az intézményekben. Minden tagintézményünkben van gyógypedagógus, illetve fejlesztő pedagógus, aki segíti a kollégák munkáját. Sajnos vagy nem sajnos, része az életünknek, és fel kell rá készülnünk. Ezt önöknél hogyan lehet kezelni? Nálunk utazó gyógypedagógusok foglalkoznak a gyerekekkel, akik hetente 3 napon reggeltől estig a gyerekekkel együtt van. Nálunk a részképességzavaros gyerekeknek a száma 3 éve nem változott, tehát nem mondhatnám azt, hogy csökkent, de nem is emelkedett. Kiemelt figyelmet kapnak, hisz akár a pedagógiai programunkban, akár munkaterveinkben külön szerepelnek ezek a gyerekek. Tehát nem csak a fejlesztő pedagógusok viszik, és szaktudások minden erejével fejlesztik őket, hanem órákon is a differenciált módszerekkel. Beszéltünk a körzetekről a beiratkozás kapcsán. Ugye a katolikus iskolánál ugye az egész város, tehát itt azért annyira nem probléma, hogy hol lakik a szülő, de mennyire kötöttek ezek a körzetek, tehát mennyire lehet ezeket be is tartani úgy, hogy azért minden iskolának jó legyen. Eddig nem volt szükségünk arra, hogy ezt törvényi erővel betartsuk. Én úgy gondolom, hogy minden iskolában kialakult egy kör. Tehát ekkorra már nagyjából a szülők tudják azt, hogy melyik iskolában gondolkodnak. Legfeljebb 2 iskola között vacillálnak még, hogy melyiket válasszák. Nagyon fontos éppen emiatt a nyílt napoknak a látogatása, illetve a személyes tapasztalatgyűjtés. Még hátra vannak a jeles ünnepek egy része, ami tavaszra esik, illetve vannak olyan alkalmak, amikor az iskolák kifejezetten keresik az óvodákkal a kapcsolatot egy-egy közös program révén. Azt gondolom, hogy ez is alkalmas arra, hogy még több információval rendelkezzenek. Nem érzem azt, hogy ezt a fajta törvényi előírást karhatalommal vagy más módon kellett volna betartatni. Tehát eddig optimálisan alakultak a létszámok. Nyílt napokra mikor lesz lehetőség a szülőknek, hogy ellátogassanak? A mi intézményünkben, igen, fontos, hogy mindig egyeztessünk, hiszen ugyanazt az esélyt kell megadni valamennyi tagintézmény, illetve valamennyi fenntartású iskola számára. A mi iskola kereteinken belül a Piroskavárosi iskolában ezen a héten indul a nyílt nap, és azt gondolom, hogy a tévé képernyőjén keresztül is tájékozódhatnak az érdeklődő szülők, hogy melyik nyílt napon kiket látogathatnak meg, milyen órákat nézhetnek meg, és úgy gondolom, hogy így is nő az információ mennyisége. Nálunk március első hetében lesznek ezek a nyílt órák. Ugye nem csak a leendő elsős tanítónénik fognak bemutatkozni tanítási óra közepén, hanem első osztályosokat is szeretnénk megmutatni az óvodásoknak, illetve szülőknek, hiszen nálunk nagy felmenő működik, tehát első osztálytól negyedikig viszik a tanítópáros
a gyerekeket. Tehát most Isten igazából negyedik osztályos órát láthatnának a szülők, de ők rendkívül kíváncsiak, hogy első osztályban mit produkálnak a kicsikéink. Nyelvtanulás szempontjából milyen a választék a városban? Tehát mikortól és milyen nyelveket tudnak tanulni a gyerekek? Hiszen nagyon sok szülő fontosnak tartja, hogy akár már óvodában is elkezdjen a gyerek nyelvet tanulni. Mind a két nyelv adott nálunk minden tagintézményünkben, mind az angol, mind a német, és most azt tapasztaljuk, hogy a német iránt növekszik az érdeklődés, de gyakorlatilag a szülő, illetve a gyerek döntésén múlik az, hogy melyik nyelvet választja. Én fontosnak érzem a játékos nyelvtanulást elkezdeni, de hangsúlyozom a játékosságot. Tehát addig, amíg a gyerek nem tud írni, olvasni, addig az iskolás nyelvtanulásnak azt gondolom, hogy túl sok így létjogosultsága nincs, sokkal fontosabb az, hogy a gyerek a hangzásával minél gyakrabban találkozon, és megszeresse azt, amit majd tanulni fog, a negyedik osztálytól már kötelező jelleggel osztályozva, és aztán az alsóbb évfolyamokon pedig becsempészve a mindennapokba, hiszen valóban egy szülőigényt szeretnénk ezzel kielégíteni. Nálunk a elnézést, nálunk alsó tagozatban angol nyelvszoktató folyik első osztálytól kezdve, illetve ötödik osztályban felkínáljuk a szülőknek és a gyerekeknek a második idegen nyelv tanulásaként a német nyelvet. Nagyon sok gyerek már gyakorlatilag a számítógépen nő fel. Hogyan lehet egy kicsit ellensúlyozni az otthoni állandó számítógép használatot az iskolában, illetve hogyan lehet ezt a tudást felhasználni arra, hogy a gyerek könnyebben, jobban tudjon tanulni, nagyobbak legyenek az ismeretei? Én azt gondolom, hogy ez egy folyamatos kérdés mindenféle árnyalatával a mai oktatási rendszerben, hiszen a pedagógus életpálya modell egyik része, hogy a pedagógusok mennyire követik nyomon az IKT eszközök egyre újabb lehetőségeit. Az egészen bizonyos, hogy a gyerekek sokkal könnyebben motiválhatók különböző IKT eszközök alkalmazásával, de nagyon-nagyon figyelni kell a kellő arányra, illetve a tudatos eszköz használatra meg kell tanítani a gyerekeket. Sajnos azzal is találkozunk, hogy tanórán kívül otthon, szabadidőben, akit kevesebb kontroll, szülői kontroll mellett használja ezeket az eszközöket, ott azért adódnak problémák, amiről hallomást szerzünk, és nálunk csapódik le, és pedagógusként kell ezt helyre tenni, hogy mi az a módszer, amivel nem sodorja magát veszélybe esetleg egy felsős fiú vagy lány, teljesen mindegy, hogy milyen nemről beszélünk. Én úgy gondolom, hogy fontos az IKT eszközök megfelelő mennyisége és minősége. Nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, hiszen országosan több pályázat támogatja az eszközbeszerzéseket. Most is folyamatban van egy nagyszabású eszközbővítésünk, kellő számú pedagógus eszközökkel, illetve tabletekkel, asztali számítógépekkel rendelkeznek az intézmények, és most annak az idejét éljük, amikor azokat a módszereket vesszük át az oktatásba, hogy egy-egy tananyag feldolgozása során látványos, érdekes a meglévő technikai, egyéb technikai körülmények között nem produkálható kémiai kísérletekre, fizikai kísérletekre gondolok, ezeknek a bemutatása megoldhatóvá válik. Illetve nem olyan régen hallottam, hogy olyan okos karórák vannak már, amik szintén pici miniatűr számítógépekként működnek. Ha eljutunk odáig, és bízom benne, hogy a köznevelési portál használatával a gyerekek is okosan tudják használni a meglévő informatikai eszközöket, tehát nem csak a Facebook és a chat vonalán tudnak mozogni, hanem esetleg egy-egy tananyag kapcsán akár már egy elsős gyerek is a tabletjét vagy a kis gépét használva tud kutatni a világban értelmes és érdekes dolgok irányában. Nálunk minden tanterem interaktív táblával van felszerelve, és bizony okosan irányítva, tanácsokkal ellátva, illetve mivel az iskolában le is van kódolva az internet hozzáférhetőség a gyerekek számára, próbáljuk megmutatni azokat az oldalakat, ahol hitelesen tud információt szerezni, és megpróbáljuk eljutatni olyan interaktív játékokhoz, ahol az időt nem mérve, teljesen kikapcsolva, és mégis nagyon-nagyon sokat tud tanulni. Múlt héten volt nálunk elsős tanítóninnek a minősítő eljárása, és meglepő az, hogy
6-7 éves gyerekek interaktív táblán mennyire önállóan tudnak dolgozni, mennyire önfeletten tudnak dolgozni, és ők keresik meg ezeket az oldalakat, ahol ezeket a játékokat játszva tanulva tudnak előre haladni. Játszva tanulva, ez nekem úgy egy kicsit megütötte a fülemet, mennyire tudnak manapság tanulni a gyerekek, tehát mennyire van meg a képességük, illetve a fogékonyságuk arra, hogy a tanulási módszereket megtanulják, hiszen azért el kell jutni egy olyan szintre, amikor már önállóan el tudja sajátítani segítség nélkül a tudást. Hát első osztályban mindenféleképpen játszanak, tehát ők nem veszik észre azt, hogy tananyagot sajátítanak el. Isten igazából én azt mondom, hogy ötödik osztálytól kellene, tehát ötödik osztályra kell eljuttatni arra a szintre, hogy megtanuljon a gyerek tanulni. Tehát akár lényeget kiemelni, akár egy vázlatot megírni, akár az ő saját szemszögéből összegyűjteni azokat az információkat, amiből utána tud majd építkezni, amiben szóba ki tudja fejezni önmagát, hisz ez a legnehezebb most a gyerekeknek, mert prezentációt bármikor készítenek, szebbnél szebb, jobbnál jobb bemutatókat. De az, hogy ő 5 percen keresztül szóban fejezze ki önmagát, na ahhoz kellenek ezek a tanulási módszerek. Én is azt gondolom, hogy meg kell tanítani a gyerekeket tanulni. Ennek kapcsán pedagógus továbbképzést szerveztünk ebben a tanévben, a tanulás tanítása címmel, amin jelentős számú kollega vett részt. Nagyon kemény volt ez a továbbképzés, úgyhogy feladta a leckét a kollégáknak is, de nagyon hasznos volt és eredményes volt, hogy azt a tudást, amit ők ott megkaptak módszertani ismeretek tekintetében, azt át tudják adni a gyerekeknek, és működik az intézmények közötti hospitálási rendszer a tagintézmények között. Minden pedagógus évente egy alkalommal átmegy egy másik tagintézménybe, ugyanolyan szakos kollégához, és én azt gondolom, hogy ott is nagyon sok olyan módszertani trükköt tudunk átadni egymásnak, amivel az összintézmény eszköztára és módszertani kultúrája gazdagodik. Teljesen egyetértünk abban, hogy a felső tagozat, amikor már tanulós tantárgyak vannak, tudjuk, hogy itt azokra a tárgyakról beszélünk, amit valóban vázlatformájában rögzíteni kell, vagy szóbeli felelet formájában vissza kell adni másnap az iskolában. Tudni kell lényeget kiemelni, de ezt is meg kell tanulni. Az alsó tagozat pedig arra jó, hogy a szövegértés fejlesztése kapcsán különböző szövegtípusokkal megismerkedve a gyerekek érezzék azt, hogy egy újonnan kapott szöveg megértése, értelmezése során milyen lépéseken kell végigmenni ahhoz, hogy ez biztos ismeretként rögzüljön. Végezetül még egyszer idézzük fel azokat a fontos dolgokat, amiket tudni kell a szülőnek, tehát hogy hova fordulhat, hogyha bármilyen kérése, kérdése van a beiskolázással, a beiratkozással kapcsolatban. Hát mindenképpen keressen bennünket, az igazgatóság a Széchenyi iskolában van, a honlapon, az iskola honlapján a telefonszámos elérhetőség, illetve az e-mailes elérhetőség az mindenki számára nyitott. Ezen kívül a tagintézményvezetők azt gondolom, hogy bármikor állnak a szülők rendelkezésére, hogyha információra van szükségük. Önök, illetve a tévé segítségével azokat a közérdekű információkat, ami minden szülő számára hasznos lehet a beiratás során, ezeket azt gondolom, hogy publikussá tudjuk tenni egy másik vonalon is, és április elején, közepén már azért figyelni kell a dokumentációkat. Kapcsolatban kell lenni az óvónőkkel, az óvodával, hogy azokat a dokumentumokat a szülő hozza magával, amire szüksége lesz a beiratáshoz. Most pedig, amit a szülőknek tudnék javasolni, nagyon-nagyon szeressék a gyereküket. Ez talán szlogen, de ez az okos szeretet, amikor az odafigyelés az nem marad el egyik nap sem, amikor hazaérkezik az óvodából, mi történt veled, megvárni a válaszokat, az esti mesét, ha lehet, akkor nem ulasszák el még egy jó film kedvéért sem, és ez nem egy videófilm mese, hanem a szülő hangja által átadott mese, apa vagy anya által átadott mese. És fontos, hogy az óvónőkkel vegyék fel a kapcsolatot, mert az óvónő látja leginkább, hogy mire van a gyermeknek szüksége, hiszen a szülő ismeri a leginkább a gyermekét, de a nap aktív időszakában az óvodában tölti, és nagyon sok jó tanáccsal szolgálhatnak a kollégák, hogy mi az, ami még esetleg fejlesztésre szorul. Várjuk a gyerekeket nagy szeretettel, és az információra éhes szülőket szintén nagy szeretettel.
Nálunk az iskolában nyitott kapukat találnak, tehát nagyon sok szeretettel várjuk a szülőket, gyerekeket, illetve október óta zajlik az iskola csipegető foglalkozás, ami most ugye február végén lesz a következő. Bármi kérdésre nagyon szívesen válaszolunk. Az iskola honlapján, meg a Facebook oldalán ott vannak ezek az aktuális információk. Nagyon szépen köszönöm az információkat, és köszönöm, hogy eljöttek. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet, viszontlátásra. Végül programajánlónk következik. A kommunizmus áldozatainak emléknapján február 25-én 15 órakor koszorúzást és gyertyagyújtást rendez Csongrád önkormányzata a temetői kopjafánál. Az áldozatokról Cseri Gábor alpolgármester emlékezik meg. Régi fotók mutatják be az 1924 és 1967 közötti hagyományőrző születi bálókat a Bokrosi Művelődési Házban. A tárlatot február 29-éig, hétköznap 8-tól 16 óráig lehet megtekinteni. Ez volt a Közéleti Mozaik, melynek ismétlését ma este 8-kor, éjjel 2-kor, valamint holnap reggel 7-kor és 13 órakor tekintetik meg. Amennyiben szerkesztőségünknek írnának, megtehetik a 6641 Csongrád postafiók 83, illetve a csongrad.tv@csongrad.hu e-mail címre. Új műsorral egy hét múlva jelentkezünk, tartsanak velünk akkor is, viszontlátásra!